Egy gyönyörű napot kívánok mindenkinek, kollégák! Elérkeztünk az újabb traktoros blokkhoz, ami félig meddig traktoros, mert séferrakodóval vagyok jelenleg. Töltöm a gyakorlatomat, ezt közben lejjebb engedem, mert amit lehet, hogy rosszul tettem, most már nem fogom tudni kiakasztani, de kibírom, nagyon jó. Mostani munkám az lesz, hogy kitolni a ganyét az egyik felhajtóról. Mert a kaput azt most heggesztettük meg, úgyhogy ledobjuk a kanalat, mondom, ledobjuk a kanalat, úgy. Ugye ezt minden videóban elmondom, hogy a kameraszöget, illetve a hangot, azt nem tudom, hogy mennyire fogjátok passzentosan látni, mert rohadt hangos a gép. Úgyhogy ha nem hallatok semmit, akkor vagy feliratozom, vagy nem tudom, majd kiderül. Úgyhogy most tesszük fel a kis lapot, és megyünk kitolni igazából. Azt majd ami eszembe jut, azt mondom már igazából. Ugye annyit tudok most mondani, hogy jelenleg gyakorlaton vagyok. Mi az anyád van? Jön, szenvedjek. Fölveszem az én. Nincsen most szerencsétlenkedés, csak egy kicsit. Ugye fönn van a kis gumis. Beugrik a biztosító. Fogja, fent is fogja. Sapkát ráteszük valahol, hogy ne essen le. Szerintem ez tökéletes. Napszemüveget mindjárt fölcsapom. Kormány nem. Azt mondja. Van. Biztos, hogy szépen nézhetek, kimaradjunk annyiba. Ajja, na mindegy. Fejőház. Itt van a takarmányos, ott egy 106-os. Ezt is fogom mindjárt túrni. Úgyhogy lehet, hogy ez most egy hosszabb videó lesz. Szerintem van tetesz kubotaben. Hát ez váltós ez a gép, meg kéne csinálni. Ezt is le kell túlni majd, de nem most. Ne döcsök. Leletűskálunk. És ide jövünk a fejősökhöz. Iroda. Holomrudat kell majd leszedni. Azt mondja, hogy ide jövünk. Az üszők kimentek, nem baj? Ezt kinyissuk szépen. Remélem itt is marad. Napszemüveget nem tudom, hol fogom tenni, maradjunk annyiba. Azt mondja, hogy ezt a jó kis kötelet szétszedjük. Így is van. Bemegyünk. És utána mindjárt csukom is be, mert ezek a húszágok gyűnnének kifele. Úgyhogy ja. Tolok addig itt a bejáratnál egyet-kettőt, hogy utána be tudjuk csukni. Ez az egyes istálló. Mert úgy van, hogy 3, 1, 2, 4. Kicsit hülye logika szerint van, de nem probléma. Még egyszer átveszem.
És van pici bager, ahogy Cepi barátom hívná. 30-46-os amúgy. Basztia! Gép az 2007-es. Üzemórát nem tudok, 5460 van beleírva, de azt szerintem már nem jó. Tegnap is annyit mutatott. Hát szerintem azt tolhatom egy még egy darabig, mert ez nem fogja elengedni magát.
lőd. Na. Amúgy ez az irányváltó, ugye előre, üres hátra, felemel, beenged, ütön. Ez meg a vellát. Nézd. Félre nem mennek. Ne csapkodjál, nagyon lesz ütve. Nem tudom, hol a Rudi. Van itt egy el, van nevezve Rudinak. Azért, mert egyszer ott van-e. Megvan. Ez a Rudi. Ez. Rudi, 44-88-as. Majd ha megyek túrni a kaját befele, akkor majd még jelentkezem. Következő melónk az lesz, hogy betúrjuk a kaját. Látjátok, fölraktam a jó kis trágyavillát. És varázsütésre mehetünk. Váltó a 100-as, oda is elmegyünk majd, megnézzük, hogy ott mi a helyzet. Ugye, leteszem. Amúgy ez a jobb fele sokkal jobban szokott tolni általában. Meg a bordjuk vannak benn. Három darab.
hosszabb, ahhoz egyiket tegnap ellentük. És kiszökött az összél. Gyalósó van itt. Ugorja a kerítést és itt marad. Mennek ezek mindenfel olyan, mint a mérgezett egér. Na úgy, aki kérdezné, ez egy széna vála, ami itt van rajtam jelenleg. Ezzel szoktuk általában tudni. A hármas istálló ez azt hiszem. Sose tudom megegyezni. Négyes istálló.
vendégüzők, ugye ott volt az egyes számú borgyűlevelő, ez a kettes, és itt vannak az üszők, ez a nádas üszők igazából, mi nádasnak szoktuk hívni. És ugye itt szoktak elmenni, mikor fejés van. Naponta kétszerre. Azért százas istáló, ez már ide több marha kerül, mint a fejősök közé. Mert ugye ezek itt vannak üszők is, illetve hát úgy mondom, hogy vemhes üszők, vemhes tehenek. Mert ugye amikor megtörténik a szárazra állítás, az apasztás, akkor ide kerülnek be, és akkor majd elérik azt az időszakot, hogy mikor kell az, jön az ellés, akkor át lesznek oda hagyva az elletőbe. És akkor megtörténik majd az ellés. Ne onnan, te istentelen, mennyi arra! Jó, édes Szűz Máriám. És hát, ja. Ez a százas istálló. És utána ugye megvan az ellés, akkor még ott marad egy kicsit. Ott van egy darabig fejve, és utána elosszák, hogy most az 1-es, 2-es, 3-as, vagy a 4-esbe megy. Igazából ennyi, csak ez ilyen körforgás már. Aki üszőként onnan eljön, az még egy 2-3 alkalommal vissza fog nézni itt a százasba, ha minden úgy van, ahogy a tején is gondolja. Tehát, hogy nem lesz beteg meg ilyenek. Gondolom, értitek a lényeget. Na, és akkor ennyi volt a betúrás, most leteszem szépen.
rész, mert a vállátó nem látok. Lovaskocsi rajta, gyűrűsenger. Suzuki. Hátul van egy 550-es. Amiben 80-as motor van. Kocsink, Marmix Super Uli kombi. Mikor késeztük föl? Múlt hét csütörtökön lettek beletéve új kések, majd a maró részébe, mikor lesz egy esős nap, 550x80-as MTZ, ugye, nincs benne felező, viszont 80-as motor van benne. Most volt rajta váltófelújítás, illetve motorfelújítás. Jól végzi a dolgát, de funkalámpa van hátul az egyik. Aztánja indul, mint az óra. Itt van egy kis dara, ugye a kanál. Ez egy ilyen, elméletileg ez repce, ilyen granulátor formába tápozkál. Vagy hát a takarmányhoz. Vannak mindenféle sók, azt hiszem a só. Az nem tudom, az fogalmam nincs, nem én vagyok az etetős. Van egy ilyen bálabontó, amit szoktak használni. Mondjuk én egyszer láttam, hogy használva volt, de tök mindegy, nem az én dolgom. Sörtörkő, szemüveg leesik. Illetve ez valami szutyok, ami, hú, nem is tudom, kukorica keményítő maradék, vagy nem is tudom, valami ilyesmi. Úgyhogy azt szokták beletenni a tápba, hogy ez a tetőkocsika bele van folyatva a csövön keresztül. Marhák szeretik, de nincs velük probléma. Aztán úgyis mosoztak egy adag sörtörkőt reggel. Szlovákiába hozták. Szépet utazó szlovák sör. Van egy kis lámpánk rajta, egy van ott elő. Igazából ennyi ez a gépezet. Úgyhogy remélem, hogy nagyon tetszett nektek ez a videó. Ha szeretnétek még ilyet, még ebben az elmúlt pár napban, mert csak a héten leszek így a már gyakorlaton, akkor azt mindenképp jelezzétek felém, komment gyarán. És hogyha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel. Hamarosan érkezem a videókkal. További szép napot mindenkinek. Hello!